társadalom ma még mindig nem teljesen felkészült a sérült emberek elfogadására. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a résztvevőket és az érdeklődőket a szervezők nevében Kovács Gáborné, a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének megbízott igazgatója. Épp ezért tartották a rendezvényt egy forgalmas bevásárlóközpontban, hogy a hétköznapi emberek, a civilek csatlakozhassanak hozzájuk. A Down-szindróma világnapja 2006 óta, március 21-e, mondta köszöntőjében Dénes Sándor polgármester. Különösen fontos ez a mai nap, mert rávilágít, hogy egy kicsivel több időt szenteljünk az embertársaink problémáira, hallgassuk meg őket, ha hozzánk fordulnak, legyünk türelmesebbek a köröttünk lévő világban. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei minden évben megünneplik a Down világnapot. Ezt a csodát mi úgy tudjuk megmutatni, hogy csodaként kezeljük, és nem tekintjük a másságot másságként, hanem akár a Down-szindrómával élő gyerekek, vagy bármilyen módon élő gyermekek és felnőtteket ugyanúgy elfogadjuk, és teljes értékű emberként, gyermekként kezeljük őket a mindennapokban. Azzal a megyei kirendeltséghez tartozó intézmények számos csoportja mutatkozott be ezen a napon a Kanizsa plázában. Is az igazi öreg is, és kezed ebben fel.